Orbán Viktor a keleti határszakasz közelében töltötte a pénteki napot is. A miniszterelnök megnézte az irányító központot Nyíregyházán, de a határa is ellátogatott. A kormányfő éppen Záhonyban volt, amikor 5 kamionnyi segély lépte át a határt. Az első napokhoz képest sokkal kevesebben érkeznek Ukrajna felől. Délelőtt gördültek be a kamionok a záhonyi határátkelőhelyre, innen egyenesen Kárpátaljára vezetett az útjuk. A rakományban olyan élelmiszerek, tisztálkodószerek voltak, amelyekre nagy szükség lehet Ukrajna nyugati határának közelében. A miniszterelnök továbbra is a határmenti településeket járja, legutóbb Barabásra is ellátogatott. Ott is megfeszített erővel dolgoznak a rendőreink és a közigazgatási embereink. Azt kell mondanom, hogy csodát tettek a magyarok. Fantasztikus összefogást láttam az elmúlt 3 napban. Rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, civil szervezetek, egyházak és az önkormányzati vezetők és dolgozók, nekik külön is köszönetet szeretnék mondani. Közben folyamatosan segítenek a helyiek azoknak, akik Ukrajna felől érkeznek Magyarországra, és hirtelen nem tudják, merre menjenek tovább. Barabáson ebben a vendégházban már sok családnak segítettek. A legtöbben csak pár napot töltenek itt, és már folytatják is tovább az útjukat. Az Oltalom Szeretett Szolgálat Nyíregyháza Caritas, katolikus Caritas-szal együttműködve megnézem a helyet, hogy hová kerülnek ki az, aki fog nekik segíteni, hogyan tudnak tovább menni, és velük egyeztetve megnézzük a szálláshelyüket, és el is kísérem őket. Most is lakik itt olyan család, amelyik a háború elől menekült Magyarországra. Azért jöttünk el, mert elkezdték bombázni a várost, mondja Júlia. 2 gyerekünk van, velük jöttem el, de a férjem és a testvéreim ott maradtak. Nagyon aggódom. A Barabáson várakozó családoknak a szeretett szolgálatok segítenek. Ők gondoskodnak egyebek mellett a családok továbbutaztatásáról is. Konkrétan annyit tesz, hogy innen nagy, illetve kisebb buszokkal szállítjuk a menekülteket a Záhony, illetve a Nyíregyházi vasútállomásra. Ezen kívül 1-2 esetben tudunk olyanban is segíteni, hogy például orvoshoz juttatjuk el a családokat, vagy éppen közeli szálláshelyre. Az ökumenikusok arra is figyelnek, hogy a befogadóknak is segítsenek. Emellett arról is gondoskodnak, hogy legyen elegendő ágynemű, és nem utolsó sorban élelmiszer is.